Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac, még mindig. Elnézést kérek, hogyha a hangom egy kicsit fura, de attól még csináljuk a utolsó kihívást, ne próbáljuk újra. Curse of the Lost már jól indul, bazd meg. Előre látom, hogy ez egy nagyon, nagyon fényes végjátszás lesz. Most meglepően gyorsan fut a játék egyébként, így hirtelen. Na mindegy. Megkörülni is fogok, mert a hangom egy kicsit szét van menve. Elnézést. De én nem vagyok énekes, hogy szintén nem kell, hogyha elment a hangom. Mert végülis nem úgy ment el, csak elbaszódott. Oh. Jó kezdés. Na, de akkor a játék szépen megy végre, egyszer. Na, kék. Ja igen, tudom, ez a Super Envy-nek a darabkája. Megvajon, hogy mi a neve a erősebbeknek, a szuperfajták, ugye? Ja, van egy útra is. Még pedig a Pride, Ultra Pride. Azt kéne, meg is kéne egyszer találni majdan. Na, eddig jól haladunk. Érdekes taktikai kérdés az, hogy melyiket kell előbb szétvenni, a kicsit vagy a nagyot. Ouch. Ahaj, bassz meg! Bassz meg kettő! Mondjuk én navigálok, szóval tudom, de hát... kockáztatok. Na, nem is tudom, mit kommentálni hozzá egy hirtelen. Nem szeretem Endit, mert időigényes, mászkálós nagyon. Na, és egy nyavat trollbombát kapsz érte, ezt gyűlölöm. Nagyon jó zene különben. Hát ez egyik nem valami vészes. Ha nem sült volna meg Envinél, akkor minden jóságos volna. Egyelőre legalábbis, persze. Az ott egy rendes bolt, igen. Jaj, és ott egy megjelölt kő. Bazd meg, azt ha felrobbanthattam volna pedig. Most várom kell a következő bombára. Ha kapok egyáltalán ezen a szinten. Ha, nem igaz. Ja, amúgy hirtelen megijedtem, amikor elkezdtem a játékot, mert a Curse of... azt totál összekezem a Curse of Shadow-val. Hogy nincs térkép, és azt utálom, hanem. Na, szív! A szarból. Utálom, ha nincs térkép. Azt tényleg minden jobban utálom. Szerintem a legszivatosabb átok az a Curse of Shadows. Vagy Curse of the Shadow. Többi az úgy... úgy... semmilyen. Curse of the Labyrinth-nek néha még örülök is. A torony. Az most pont nem fog jönni. Na. Koldus fiú. Jó, de várjál, egyszer jól fog jönni, hát de hülye vagyok. Hát, hogy felrobbantsam megírott követ, ahhoz mindenképpen jól fog jönni. Mert ugye ez izéket tesz le, bombákat a pályára. Ajaj. Na hát ez... így sem volt tudatás, most pont elkerült az összes bomba. Hát eszem faszom megáll. Ennek a kis szarosnak sem tudok semmit adni. Nagyon elnézést, tudom, hogy zavarul, de ándalkodni fog a videóban, mert piszkálja a torkomat. Na, az szerencse volt. Ott nem találtál. Nem is kell olyan nagyokat kimozdulni, hogy találjon el. Szerencsére. Hú, de sok ilyen szar van. Bár nem is olyan sok baj, csak nem tudtam mit mondani. Volt már ennél több is. Nemrég volt, amikor a Husk-kal küzdöttem. A Duke of Rice 2. És... még rosszabbul jártam. Jaj! Azt előbb, hogy a játék alapvetően felülnézetes, de vannak ilyen térben megjelenő elemek. Mint például a Daddy Long Legs, meg hasonlók. Amikről soha nem tudom, hogy most akkor...
hogy most akkor a földön vannak-e, vagy még repülnek. Ugye ilyenek a monstrumnak a lövései is. Itt a sok töltés. Nem. Na, legalább basementet kaptam. És a boltban nem néztem be, nem is ott van nagyon értelme ott. Azért is az ilyen apró elemekre, mint hogy megírod ki meg a bomba alapvetően, az elején figyel oda mindig az ember jobban, mert akkor mi nagyobb jelentőséggel. De most nem repülök, úgyhogy elbasztom egy szívetem miatt, de mindegy, megnéztem. Na, már itt is van a boss, akkor szerintem mégis is a lehetőséggel, hogy kicsináljuk. Jaj, nem igaz, nem tudtam elkerülni ott a szart. Hát nem igaz! És most kapom meg a Headless Horseman-t, badnek. Az nagyon durva lenne. Hát mondjuk a Feminek serülnék most éppen. Nézzük el körbe szerintem, mielőtt tovább megyünk. Na. Hát megy ez, baszki. Egyszerű. És még egy szület kaptam érte. Na ezért megérte. Jó, hát várj, hát elfelejtettem, hogy bennékem már gónyás is lesz szüneteltetni. Ablakos mond állandóan kézzel akarok. Na mindegy, így jobb lesz akkor. Tudok majd szüneteni, elfogadok a nyakrögésemet. És eltemet kihagytam, tudom, de nem baj. A Jimmy által mit kapok egyáltalán? Aztán nincs is hozzá közölő specifikus utalom. Item. Testvéreknek az Istennek sem találnám el. Na, majd most. Ha nem mozdul ki, akkor nagyon jól vissza lehet így fogni időre. Hát most kimozdult éppen. Na? Na? Meg lesz. Mondjuk nem is számítottam másra. Úgy. Squeeze! Az jó! Jaj, nem tudom magasan ott kimondani. Azt hiszem akkor nem majd arany kulcs szang is. Ja, nem baj. Na az jó lesz! Az jó lesz! We need to go deeper. Az gyönyörű lesz, gyerekek. Wow, egyszerű. Hát mondjuk két half ponttal nem biztos. De mindegy, most még nem használom fel. Szerintem most még nem. Ugye ez a képesség, hogy az a nagy devarázsda csapóajtót, amivel lemehetsz az egyen lejjebb lévő szintre. És nem, ez nem használható seholban. Katedrálban nem tudom, de szerintem ott se. Azért nem kell bomba nélkül tovább menni, mert azért irigyelném azt a képességet, amit elcsolt az itteni basztól. Na. Ezeket a kis szarosokat nem tudom a jelentés oldalakra kinyit, mert annyira nem vannak tapadva, bazd meg. Úgy. Na mindegy. Hát ez így nem valami nagy cucc. Utána menni fog sérülés nélkül is. És igen, erre a kijelentésem egyszer ráfáztam. Na most arra figyelek majd. Meg ezekkel nem is nehéz ellenfelek. Hogyha majd olyan szakadék folyosóra kerülök, ahol ilyen lerohanó kukacok vannak, na majd akkor mondom azt, hogy okay, akkor mégsem. Ah, bazd meg! Bedstrip, kurva szádat. De utálom ezt is. Mindegy. A Virtugo Deeper mondjuk segített abban, hogy esetleg a Necropolis-on való Necropolis-on vagy Catacombs-on keresztül tartó fölösleges agóniától megkíméljen magamat.
hogy akár egy XL pályán is felhasználhatom. Igazából tulajdonképpen bármikor felhasználhatom. Na, az kelleni fog, az kelleni fog. Jelenések könyve. Ja, ó nem, a picsába bazd meg! Nem tudom egyszer magam vinni a jelenések könyvnek azt a kurva ásut. Nem igaz. De miért nem? Jó, tudom miért nem. Mind a kettő aktuálható képesség, de akkor is bazd meg. Akkor lenni inkább ott a relik. Azt én tudnám is magammal vinni. Aj. Beszúltam a szakadékba is. Ezek gyorsabban jönnének rám. Vagy csak az, mert a játék is gyorsabb? Ki tudja. Na, az kell. És akkor szerintem itt állunk tovább, mondjuk. Így. Né. Most egy kis idő kell, mire az újra töltődik, de nem baj. Aztán talán ezt a képességet fel sem szedtem még, amióta tart a sorozat. Még elég sok olyan képesség van. Polyphemus-szal sem találkoztam nagyon mostanában. Elvileg videóban az már volt. De nem tudom. Aj, ne. Aj, bassz meg, de utálom ezeket is. Ne! És csak megsebez. Pedig próbáltam elkerülni. Ez is milyen szimmetrikus szoba egyébként. Jó, van az árak meg a kő. Na, az a csoda, hogy nem ért hozzám, nem talált el. Na, egy fél szív, meg egy bomba. Még több szíves, még egy bomba, nagyszerű. Things are going better. Durram, hogyha mennyire nehézségünk vannak az angol ahhoz képest, hogy... Hát beszélek angolul tulajdonképpen, szóval... Azt képest mégis durva nehézségeim vannak néha-néha. Azt sem véletlen, hogy egy játékot sem játszok ki angolul. Csak a Bad DLA volt az egyetlen kivétel. Persze a Doom játékot, de hát... Értitek. Jobb a beleténi magamat az angol nyelvi játékba. És a magyar nyelvi, bocsánat, a magyar nyelvibe. Mert úgy értem is, hogy mi a fák van. Na! Hát tudtam. Már megint. Szerintem én ne ássak lejjebb, mi? Úgy. Jaj ne! És menekülni sem tudok tőle. Na. Nem mindegy. Na, azok még működhet, várja. Úgy, igen. Tehát akkor szuper a neve. Akkor igen, van a sima, a szuper meg az ultra. Összekevertem. Mert ugye, hogyha ultra pályadok kicsiad, akkor utána újra Super Griddel fogsz összefutni. Csak az nagyobbnak tűnt, láttam videóban, ez nagyobb, mint a sima. Na. Egyéb bombát faszopa, nem eszik. Aha, de nem igaz. Nagyon idegesítő ez a kapzsi. Na, kicsinálom? Talán kicsinálom. Na, de miért nem hal már meg? Na, úgy. Úgy kell meghalni, legalább tudja. Na, és Steam Sale nem kaptam, kösz szépen, bazd meg. Ez lett volna az a minimum egy ilyen harc után. Képesség viszont lassan újra töltődik. Mondjuk én szívet nélkül nem hagyom ezt a helyet, az biztos. Most a szépen akkor be is csaváljuk.
Így. Hát, ez nem tudom, mi lenne, ha ez nem lenne. Jaj, várj, lehet, hogy a von 2-ben nem kell használni a képességet, mert akkor sehol abba küld át, és a sátán nem akarok még egyszer megharcolni. Még akkor is, hogy a katedrá sem megy. Jaj! Na. Kezdek mondjuk gondolkodni azon, hogy a játék hiába véletlen generált, azért a pályák alapvetően ugyanazok. Tehát a szobák persze totálisan ugyanazok konkrétan. De például a kokáért... Tartok mondani? Igen, szóval ugye az összességével, hogy overall a layoutjuk az ugyanaz. Bocs, ezt nem tudom jól megfogalmazni, mert ugye a kinézete, a látszata, ugye a úgyis felülről összességében nézve a pályák ugyanolyanok. Ilyen tényleg hát több változatosságot is elbírhatna a játék. Mondjuk ez, mondom, ez nem a szörnyek hibája. Ugye az előre összetákol szobákat, egy idő után már totálisan kiismered. Azt, hogy milyen típusú szörnyek, tárgyak jelentnek meg benne. Meg izé, például a sima csezbe sem nagyon vársz képességet, itemet. De például arancsezbe sem nagyon. Ó, oh, nagyszerű. Fisztula. Már meg is harcolok még szívesen. Persze vannak ki nem számított remények, mint például a championok. Vagy a dime. Vagy az aranykulcs. És ezek azok, amik miatt viszont nem, mégsem unalmas. Nem mondom, ilyen abszolút kiszámítatlan elemek is vannak ám benne. Ó, bazd meg, tudtam, hogy ez lesz. Jó, nem menekülök már pedig akkor sem. A kis gecik idegesítenek rohadtul. Sorozom, bazd meg, és nem hal meg. Hát miért nem hal meg, ha sorozom? És rosszta volna az apját is, ami orosz baka apja helyett. Anyját az apja helyett. No, ah, most azt, hogy lefogtam, hogy ezt... Nem fog sikerülni, de sikerült. Ó, oh, azt nem kellett volna pedig, nem mindegy, a mágus. Meg a trinket, a rusty key. Szerintem teszek egy kis kiruccanást. Szerek egy drumba is. Most belassultam. Jól látom? A doboztól lelassultam. Hát ne szórakozunk már. Oké, legyek. A kb. A kék szív eddig tartott. És... Eddig fog, szerintem úgy shots per kb. Jó, ezt mondja a csiátom, de mire kell, gyorsan kinyírom őket. A bepocsom az arcade roomba, ami lemarad, elmarad. Amúgy is nem is kell végül is, megkaptam itt ezt a szívet. Itt mi van? Nem tudom, kiderítem mindjárt. Arcade roomba eljátszogatok. Aztán pedig bejövök ide, és ha nem mondom, ami kell, akkor lelépek. Vagy tudjátok, mi lelépek így is, meg úgy is. Végülis lehet benne képesség, de csak ott. Ezeket is mennyi ideig tartott kinyíni? Mi az Isten van velem? Mik vannak egyáltalán rajtam? És igazán semmi erőnövelő. Hát ez nem valami biztató. Ma, mit csinál az a kínai ott kint? Valami zörgés volt, konyhában, nem tudom mennyire hallatszott be. Mindegy, nem érdekel. Na, ne most hazamegyél, te fertőzött szar! Úgyni. Hát megérte a kulcsért is tulajdonképpen.
És akkor jött most az Item Room. Vagyis az Arcade Room. Két testformaszoba van például, látjátok, erről is beszéltem. Hogy ilyen bizony előfordul. Mondom, hogy itt ezt a taktikát alkalmazom, hogy... De nem, most már nem. Vagyis de tudom, hogy adok pénzt, és azért kapok szívet, a szívért pedig a villadógépe pénzt kapok. Na, két Magician kártya, nagyszerű. Két kulcs, még mindig. Akár Bamszal ki is jöhetne. Na. Csak azért szálltam ezt a szart, hogy ne kelljen annyi kártyát elviselni. Umbilical cord. Na, az kell szerintem. Attól kapom meg Steven-t, hogy a fél szívem van. És az azért nem utolsó dolog. Na! Király! De egészen keresem magam. De nem állt olyan, hogy kurva kék szív is, bazd meg. Aha, de ezt is utálom, bazd meg. Aj. Nagyszerű, egyíthatod a kék szívekből az ellátások. Ellátmány, nagyszerű. Utálom az ilyet, bazd meg, nagyon utálom. De nem vagy, legalább van egy kártyám. Meg egy jó trinketem. Na, szív. Köszönöm, és nem is kevés. Nagyszerű. Ideig bizony elidőzünk ám. Csak úgy, ha elég sok szívet adok bele, akkor egy idő után felrobban, és ad valami jó képességet. Ugye én robbantom fel, akkor is adhat jó képességet. Ugye a véres zsákot, ami talán sebességnövelő is, és ad egy plusz szívet. Nem is egyet, az egy kettőt, vagy talán még hármat is. Már nem emlékszem. De bassz, hogy most feldupláznám a szíveink számát. Nagyszerű. Lehet, hogy gyors tempóban kéne, hogy működjön is, de nem érdekelni, most csak úgy ellen látogatom szépen. De megéri, úgy érzem nagyon. Az állató volt, hogy nem gyönyört lesz még egyszer. Hú, bombas jártana hallod. De most annyira nem spirálzom túl, hogy mindig ugyanoda... Az, hogy mindig ugyanoda megyek. Azért nem spirálzom túl, hogy mindig ugyanoda megyek. Azzal, hogy mindig más vagyok, azért nem spirálzom túl. Vagy kéne? Ja. A time! Na, ezt viszont még ki tudom mondani. Nem tudok bajon szerencsére azért. Ó, nagyszerű. Skatva le, és most azt felveszem. Nem veszem fel. Helyes. Nem kell most a skatolni, mert akkor ez a hülye gyerek is elpusz innen, és akkor honnan szerzek képességet. Nem mondom, hogy nem ártana, csak most nekem az a nyambat zsák kell, meg a bomba, igen, az is. Na. Kulcs. Még több kulcs? Mi a fasz kezdek én ennyi kulcssal? Á, majdnem egy légyel amúgy, ja. Na, ez viszont vállalható volt egyébként. Aránylag. A szekhely néz ki, a valószínűség az mindenképpen 33%, hiába variálnám itt túl a úgy valószínűség számításos ismereteimmel. Ezek egyelő valószínűségek. Akár tetszik, akár nem. Nem igaz, szerintem szív kell. Szívecskét adjál. Szívecskét adjál. Igen, még több kulcs jó van. Na, most adjál szívecskét. Ott legyél. És nem ott volt, bászmeg. Még nem ott volt. Á, utálom, ezért nem szeretek egy mászkálni állandóan. És
megint a kulcs, azért mit kezdek vele? Akkor most adjad szépen ide, most adjad ide. Jó, akkor most robbantam fel, jó? Most robbantam fel. Meg ezt a szart is. És nem adta a képességet, de nem is baj. Irány akkor tovább. Ha mondjuk, ha már úgyis van bombám, akkor azt még felszedem. 15 kereken. És akkor majd ezt szeretném bevásárolni is a következő szinten. Vagy nem tudom, meglátjuk, hogy milyen kedvem lesz, hogy tovább menjek-e vagy ne. Lehet nem nagyon kéne, amíg nincsenek jó képességeim. És ugye bolt nélkül nem igazán lehet képességet fővenni. Már is felkezdtem teljesen azokról a drága treasure roomokról, olyan régen voltak már. Ha megint beakadt be, azt meg utálom. Nem is veszem már fel, tudjátok? És fiatalak addig. Nagyszerű. És hogy halom, meg is oszkod F-set. Ennyi, megint most akkor ezzel fagy be. Nem fagy be, jó van. Curse of the Labyrinth! Akkor ugrunk! Ugrunk. Gyönyörű. Ó, bazd meg, nem, de itt is ugrunk majd. Womb. 26 perc alatt van. Ez, bazd meg, egyéni rekord. R2 unnék után 24 is meg lenne. És akkor még alacsonyan becsültem, mert nem akarok nagyon... nem akarok túl alacsonyan becsülni, hanem... aránylag kicsi időt szálltam már. Pedig lehet, hogy csinál 2 percet többet töltöttem ott el. Ilyet már szeretem. Úgy tudjuk, hogy mindig volt is olyan mázim, amikor ezt a szart... Na. Amikor ezt a szart próbáltam. Hát legalábbis eddig. Az annyira nem bírja a torokon, bassz meg. Elkezdett beszélni és már köhögnöm kell. Nem, figyeljetek, business must grow. Az üzlet nem állhat meg. Növekednie kell, élnie kell. A növekedni az persze a tükörfordításomnak, amit mondtam. Nem szó szerint értettem. Hát növekedik így is persze. Meg úgyis nem csinálok videót, de... úgyis azért dolgozott csak. Nem tudod, hát említettem már, hogy szobatársam az most beteg, úgyhogy nincs itt már egész héten. Legalábbis van a március 6-a és erre a hétre értem. Szerda, tehát... pénteken hazament, ez milyen nap is volt, várjál. Ó, nagyszerű kék szívek. Az pont első volt, akárhogy nézem. Na, akkor most a fel is használjuk szépen. Ja, attól én leszek erősebb, jó van, azt hiszem, hogy kinyír valakit. Nem, de jó lesz az így is, így nyírok valakiket. Na, szóval azért nem volt videó, és volt videó, csak azért nem tudtam csinálni, mert akkor még én voltam ezek, amikor elment, és ki akarom használni az időt, amíg nincs itt. Persze, nem olyan az, hogy örülök neki, hogy beteg, mert hát nagyon taplónak is gonosznak kell lenni. Mondom ezt, miközben Isaacnek itt egy feje lefelé álló kereszt van a vérfő szemein. Szemei fölött! Elnézést! Na az hogy nem talált el? Na ez ott eltalált. Kennyi ilyen kis szoros, nem is csoda mondjuk. Úgy. Júj. És nem tudom erre kül menni. Ja, hát igen, úgyis ugrani fogok, elnézést. Elfelejtettem, hogy úgyis átugrom ezt a pályát. Jaj, azt tudtam, ezt is tudtam, a kurva anyátokat! Tudtam, hogy... Fiat, hogy kerülje mégis el az ember? Hányan vannak ezek, bassza meg? Hát megint nem ér semmit a bombám, itt elpazarlom a fenébe. Két kék szívvel is fogyott. Kapásból. Úristen. Hogy fogom így gyárszakat megölni?
Na, egy meghalt. Most hogy lövöm itt már őket? Tiszta vér minden. Pajlót, ha csekkoljátok. Csak egyetlen egy halt meg, na. Nagyon türelem játék. Jó, egy piros szív az jó. De a kártyánél még visszamegyek. Ott vanni. Idegesítő, hogy csak vakon megyek állandóan, bakker. Lehet a labirintus szabálynak megfelelően itt is mindig csak a jobb ajtót kéne követni. Jobb oldali falat. Ja, az nem egy rossz ötlet mondjuk, akkor bejárok előbb-utóbb minden szobár, szóval. Nem is kell a falhoz tapadnom szerencsére, hogy ezt be tudjam mutatni. Vagy legalábbis felhasználni. Oké, ez nem olyan vészes. Esküszöm, ezek a könnyebbek, mint azok a sétáló véres csirkecombok. Jaj! Tudtam ezt is! Mi a faszom, hogy nem tudom elkerülni? Próbálkozok. És már mondtam, hogy próbálkozni nem a kutya szokott. Hát technikai értelemben szerintem el is kerültem, tehát mondhatom azt, hogy nem próbálkozok, nem elkerültem. És mégis eltalál. Nem ezen az első ilyen játék, úgyhogy... nem lenne nagy sértés. Jelenleg úgyis nehéz játék, szóval nem vagy, hogy szidom mindenkit. Edmund nem tudom, hogy csinálta, hogy a itt negatív értelem úgyse kerültek még szóba. Hogy csinálják, mondta, azt mindig a szörnyekre mondtam, nem, az leesett mindenkinek. Na, egyszerű. Akkor most ide bemegyünk. Azt mind fel. És akkor rajtó le. Egyszerű. És itt már nincs is. Ó, bazd meg! És én most tudok repülni. Ne felejtsük el, mert... jaj, ne, oda most elmenekülünk, nem halunk meg! Ó! Oh. De meghalunk! Basszus meg, meghalunk! Haj, végem van! Mondtam, hogy végem van! Hát azért milyen sorsra számítottam. Hát, nem mindegy. Talán majd szentségek lesz minél közelebb is. Legközelebb. De addig is, sziasztok!